eget összekötni a földdel. Ez a, nem csak az építészek dolga, hanem a muzsikusuké is. Először is a barátság jut eszembe. Az a fajta érdeklődés, ami értelmes, okos, sugárzó embereknek tulajdonsága. Ez is ilyen valamennyire természetközeli dolog. Akkor is fantasztikus érzés volt ott megszólaltatni a népdalainkat. Sokkal jobban felerősödött az emberben, az ember lelkében is a dal. Mindig más. Tehát, hogyha két este játszunk ugyanott, akkor is tök más. Mi az, ami elragadó és igaz, azt hiszem azonnal lehet látni. Itt az igazi jó arányérzékekről és stílusérzékről van szó. Torony magasan a legjobb fesztivál, ugye ez a szlogen, ez kötődik a Hét Toronyhoz, a Makove címre, hagyatékához, örökségéhez, és az ebben fellépő, épületeiben fellépő együttesek, zenészek is tulajdonképpen ezzel a tudattal szerepelnek végig, most már a harmadik éve a Mester halála óta, és így járjuk be az egész Kárpát-medencét. Az építészet a megfagyott zene. Tehát, hogyha én egy jó házat tervezek, az olyan, mintha egy kottát most éppen úgy megfagyasztottam volna. Az építészetnek is tempója van egy-egy épületnek, vagy az ornamentikájának. Ritmusa van, tempója van, és ez akár el is zenélhető. Tehát tettem egy kísérletet egyszer arra, hogy különböző korok építészeti stílus elemeit megpróbáltam, improvizáltam eljátszani, és nagyon érdekes módon a barokk épület az barokk zeneit inspirált, a modern üvegpaloták pedig egy száhúr üveghangon. Hát minden, amit látunk, az beszél hozzánk, hát abból épül fel egy ember, mikor megszületik egy gyerek, és elkezdik érni ezek a benyomások, akkor azokat folyamatosan dolgozza föl, és aszerint épül föl a saját belső világa, hogy milyen dolgokat tapasztal. És az, hogy milyen, például milyen épületeket látsz, milyen festményeket nézel meg, az ugyanolyan fontos, mint hogy milyen zenét hallgatsz, vagy milyen sportot űzöl, vagy mi a hivatásod. De ezek mind iszonyú fontos dolgok, úgyhogy nagyon hat ránk minden látvány. Hát egyébként meg vannak, ezen belül vannak emberek, akik meg vizuálisan kiváló kifejező készséggel bírnak, és akkor belőlük lesznek azok a vizuális művészek, mint ahogy mi lettünk az audio. Az audio srácok, ők lesznek a vizuális srácok. Eleredta könnyem, sírok sorsom felett, lefestették nékem egy a csillagos eget, de sötétre festették tiszta feketére. Besoroztak majd 10 évre. Hát szoktak, én nem igazán szeretem a kettőt összehasonlítani. Van mindenféle vélemény, hogy mindenféleképpen építkezés a zene is, de hát ez nem, tehát nem pont így, de legalábbis én nem így látom, hogy nem így érzem.
terveztek templomokat, mert hogy a gregórián zene jól szólt benne, tehát zenére, akusztikára tervezték az épületet, akkor szorosabb, talán beavatási szinten is erősebb kapcsolat van az építészet és a zene között. Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk, mikor összegyűlünk, ketten szeretkezünk. Mire által jönnél, hiába is érnél, nem hívhatlak soha, kibírná a kötél. Ne indulj el szíven, elveszejted magad, gyere rózsám, gyere, akkor sem várhatlak. Nem vagyok az kedves, ami ennek te látsz, az sem vagyok bizony, akinek te képzelsz. Aki minket meglát, mit fog az mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk, mikor összegyűlünk, ketten szeretkezünk. 2000-ben kezdtem el gondolkodni, morfondírozni rajta, és hát meg is kerestem Makovecz Imrét, akinek a héttornyú szevillai épülete inspirált, hogy nevezzük el ezt a fesztivált. Szevillában énekeltem az ő által tervezett csodálatos templomában, mert ezt így tudnám mondani. Akkor is fantasztikus érzés volt ott megszólaltatni a népdalainkat. Sokkal jobban felerősödött az emberben, az ember lelkében is a dal. Közben megtaláltam egy régi legendát is, Ipoly Arnold Magyar Mitológia című könyvéből, és beszélgettem vele, hogy hát most vállalja, jónak tartja, hogy akkor legyen ez a fesztivál, ami már akkor határon túlra is tervezett gondolat volt, lehet ennek a neve Héttorony Fesztivál, azt mondja, Ferike, nagyon jó, legyen Héttorony. Olyan ember volt, aki 24 órán keresztül ember volt. Tehát amikor aludt, akkor is, amikor reggel fölkelt, és elmentünk vidékre, és Mari nénivel meg kellett beszélni, mondjuk, hogy milyen kerítés kell neki csinálni, majd tovább mentünk, egy tanácselnökkel leegyeztettünk egy faluháztervet, majd este előadást tartott külföldi építészeknek, és részt vett utána mondjuk egy fogadáson. Mindenhol tudta, hogy kell viselkedni, hogy kell beszélni, hogy kell megjelenni. Mindenki megértette, amit mond. Most nem a magyar-angol nyelvre gondolok, hanem Mari nénivel ugyanúgy beszélt, mint a római pápával. Tehát ez egy teljes ember, és ez 24 órán keresztül tudta, és minden nap tudta produkálni. Az a fajta érdeklődés, ami értelmes, okos, sugárzó embereknek tulajdonsága, ahogy mikor találkoztunk, talán zavaromba valamit dadogtam neki, és ahhoz odahajolt, és fölkapta még a szótagokat is. És mondta, hogy ez őt érdekli. És végtelen jól esett. Ahogy az előadásaimon emlékszem, hogy első sorba ült, és jó ízűen kacagott.
agonéból, porból, sárból lám felemelél. Érdememből engem bűnös turam tisztelél. Fáraó átkátó tüzétő mentél. Irgalmasunk tartál, Uram, el is nem vesztél. El is nem vesztél. Tehát a barátság, a szeretet jut először eszembe. Aztán az, mikor egyetemista voltam, sokat eljártunk a Bercsényi kollégiumba. Ön valami építész beszédet hallgatni. Ott a 70-es évek vége, 80-as évek elején ott valami friss levegők fújtak. Valamit tudtak az építészek, amit a bölcsészek nem. És ezek a fiatal építészek Makovecz Imrét tűzték a zászlajukra. Fiatalok, építész hallgatók, zömmel, bár jöttek aztán mindenhonnan oda emberek, egy általunk közösen eldöntött belső pályázat után a nyertes tervet meg kellett építeni. Sátrakban laktunk, lajtkocsin fölhoztak egy hatalmas adag vizet, azt részükről befejezték, magunkra főztünk, sütöttünk, el kellett menni bevásárolni, szóval két hétig, mint egy indián törzs, kint kellett élni a szabadba, és építkezni. Tehát megtanulni egymással dolgozni, megtanulni a szerszámukat használni, hogy nem vágom bele a másik lábába, hogy nem sértem meg magam, hogy tud három ember közösen dolgozni, mert addig erről nekünk fogalmunk se volt. Tehát az egyetemen ilyet nem tanítottak, gimnáziumban szintén nem tanultunk ilyet, tehát ezt maximum jobb esetben a szüleinktől, nagyszüleinktől hallottuk, hogy gyerekkorukban ez falun hogy zajlott le. Tehát ennyi az egésznek a rövid története. Természetesen esténként az Imre hozott előadókat, akkor olyan emberek beszéltek nekünk, akiknek tilos volt előadást tartani akkor Magyarországon, olyan dolgokat hallottunk, amit soha az életben nem lehetett hallani, hiszen ez még a Kádár rendszerben volt, tehát a vasfüggöny az létezett, tehát ma információ túltengés van, akkor meg nem volt információ, és úgy kellett mindenhez hozzájutni. Tehát röviden ennyi egy visegrádi tábornak a története. Nem az a legény, aki falusi, csak az a legény, aki városi. Az, hogy az ő művészetében és az ő tudásában mi az, ami elragadó és igaz, azt hiszem azonnal lehet látni. Itt az igazi jó arányérzékekről és stílusérzékről van szó, és ha valaki az önmagát és azt a fajta lehetőségeket jól kezeli, amit adott problémák adnak, vagy hogyha még ha mindenféle probléma megoldható és mindenre minden lehetőség megvan, akkor is tud úgymond az önmagához méltó fegyelmezett alkotást létrehozni úgy, hogy az mindenkinek szép legyen. Azt hiszem, hogy ő erre igencsak képes volt. Istennek nagyon sok épülete van az Imrének, és még mindig vannak olyanok, amiben
nem léptünk föl. Például a Visegrád is ilyen, vagy Kakasdot tudom még mondani, idei új helyszínt, vagy Révkomáromot. Ismerik, a építésztársadalom kevésbé akarja ismerni, mert ismerik ők is, csak ugye senki nem lehet proféta a saját hazájában. Jeligével nem elismert építész, mint a mai napig sem a magyar építésztársadalom részére. Nem hiszem, hogy az én véleményem olyan sokat számít, de hát mert ezek az épületek már állnak, meg egyáltalán szerintem nincs hozzászólásom ahhoz, ami jó. Tehát szerintem ilyen helyeken, ahol sok a fa, meg ilyen így van megcsinálva, tehát itt az odafigyelés van, meg ezek a nagy természetes fák, igaz, hogy le vannak háncsolva, de akkor is, mint hogyha élő fák lennél, de nincs, nem tudok belekötni, jó. Kulturális eseményé válik egy közegben, akkor az általában ki tudja fordítani az ottani mindennapokat. Ez Kakasdon biztos, hogy sikerült. Tehát ez látszott az arcokon, látszott a kiállításon, látszott a filmvetítésen. Oskó Judit filmjét nézhették végig a helyiek, meg a koncertélmény is egyértelműen olyan volt, hogy ezt sokáig el lehet raktározni. Csomó épületre az ember úgy tekint, hogy jaj, de jó lenne, már kész lenne. Na most szerintem a Szevillai Pavilonra minden nap rá lehetett nézni, mert nekem, aki ott több mint fél évet voltam, úgy volt, hogy hát ez így is jó, ahogy van. Én azt kérném, hogy ezeket a képeket részben így is nézzék, mint hogy akkor, mintha megállt volna az építkezés, hogy akkor is milyen méltó módon képviselte ez ott Magyarországot. Ezek az épületek egy identitást adó épületek az adott közegben, városban, városszövetében, tehát ezek élnek évközben is, hát mi úgymond habatortán vagyunk talán, mert ugye Schneidberger Ferenc soha nem járt még eleve Kolozsváron, hát még a Héttorony Fesztivál keretében a Macbeth templomban sem. Úgyhogy ez a kültetés is úgymond kipipálva, tehát jó érzéssel sikerült ezt összehozni. Működnek ezek a terek, ezek a helyieknek fontosak, és hát az volna a cél, hogy egyre több magyar embernek valóban ez fontos legyen, hogyha csatangol a Kárpát-medencében, akkor szembesüljön ezekkel az értékekkel. Nagy-Magyarország területén majdnem az összes Macbeth épületben muzsikáltunk, úgyhogy van egy kis rálátásom erre. Az egy érdekes, hogy abban az időszakban, abban a kommunista időszakban, hogy csúszhatott az át, hogy ennyire magyar témájú építészet, ez nehezen érthető most, én nagyon-nagyon szeretem. Hangos húsvét napján Duna megáradó, szent tüzek gyulladnak, Jézus magát úgy jelengeti már. Piros pünkös napján rózsa megvirágzó, mindenek újulnak, Jézus magát úgy jelengeti már. Olyan, ahogy belép az ember egy ilyen Macbeth épületbe, olyan hatalmas nagy terek vannak, olyan nagyon monumentálisnak tűnik, és mégis olyan ember léptékű tud valahogy maradni. Tehát ugye a két világnak, így valahogy a légi, vagy így a természet feletti dolgoknak, így a földivel van mi olyan összekapcsolása, és egy olyan elegye, amit így rögtön így az épületekbe lépve így érez az ember, mint egy szentélyben, vagy bármilyen ilyen szakrális helyen. Mindenkinek van egy időországa.
miénk közel azonos. A Makovecz Imre idő országa az előttünk járt. Tehát nagyon nehéz beleélni ebbe magunkat, és egy fiatalabbról mondjuk nem beszélek. De ha azt nézem, hogy mindennek van archetípusa, a zenének, építészetnek, szobrászatnak, és ha én ezt az archetípust felfedezem egy házba, gondolok egy egyszerű kemenceformára, vagy egy tornácra, nem a népépítészetről beszélek, hanem archetípusokról. Ha ezek visszaköszönnek épületekben, akkor bennem is visszaköszön valami. És ezt érzik az emberek az Imre házaiban, ezt az archetípusnak az újbóli megjelenését. Péterfalva nem egy átlagos kisfalu. Jelenleg is abban a képtárban vagyunk, amely a 80-as évek elején jött létre. Tehát ide mindig művészek jártak. Az akkori faluvezetők vagy a gazdaságnak a vezetői nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ide vonzák a kárpátaljai képzőművészeket, művésztáborokat szervezenek, és ők cserébe néhány alkotást mindig itt hagytak. Azt hiszem a legtöbb művésztábor hasonló elveken, alapokon szerveződik, de itt meg is maradt és együtt maradt ez a nagyon szép gyűjtemény. És hát általában ez az az épület, az egykori György kastély, amely méltó helyszínt tud biztosítani ezeknek a rendezvényeknek. Még alig sárgul a lomb, még alig öreg az este, de el van már láncairól a hideg eső eresztve. Lohol a sátán kutyája, űzi az éjeken át fecskehajtó kisasszony virító lábanyomát. Fecskehajtó kisasszony, réges-régóta szeretlek. Uszályot tartottam egykor, én voltam az a gyermek, de arcod azóta se láttam. S az őrökkel várom a reggelt, hogy lobbadjon kékbe az ég, ha szemed szép bolygója felkelt. De válik az ág a levéltől, vénül bodlik az este, mert el van már láncairól az öreg idő eresztve, vízfüggöny sző a szememre, az Úristent is kerüli, égre szánt szent madarát a föld porába veri. Hát szeretek nagyon zenélni, tehát igyekszem jól megmunkálni a dallamot, megszólalnak a hangszerek, amiknek nagyon sokat dolgoztam, a hangján, hogy szép legyen. Az is élmény. Ha meg tudnám fogalmazni, ugye, akkor leírnám, de el tudom zenélni. Egyértelmű, hogy a hét torony szimbolikája, Makovecz életmű, nép és világzene, jelenlegi állapota, küldetése, küldetéstudata, tehát valahogy ezekből kell összefésülni a fesztivált. Hát ha majd egy mondatba el tudjuk mondani, akkor már lehet, hogy jó lesz, de lehet, hogy az lesz a végünk, úgyhogy most ezt nem tudom jobban tömöríteni. Az ő házai olyan szobrok, amiben bemenni valamiféle átlényegülés, valamit a magamra veszek, amit több kell legyek, megtanít ünnepelni, közösséget becsülni. Nagyon nagyot álmodott, és valószínűleg még sokáig kell küzdjön az ország, hogy felnőjön az álmaihoz. Szerelem,
folyó, malom, széna, sulyom, galam, sár, fátyol, gilice, sikoly, isten, kígyó, fehér, kereszt, asszony, ember, zsoltár.